A Főszékes Egyházban kezdték a napot a résztvevők, ahol megtekinthették a látnivalókat, illetve meghallgathattak egy rövid orgona koncertet is. Két megyéből jöttek a rendezvényre az emberek. Ez gyakorlatilag a délközép-magyarországi törzszéknek az őszi állománygyűlése, amely a szolnoki és a Bács-Kiskun megyei állományt foglalja magában. Közel 100 fő látogatott el Kalocsára. Évente kétszer tartanak állománygyűlést a Vitézi rendnél. Többek között kitüntetések átadására, különböző oklevelek, elismerések átadására kerül sor. Ez egy ünnepélyes állománygyűlés, ilyenkor mutatkoznak be gyakorlatilag az újonnan felavatott állományrendi tagjai. 2020-ban egy országos rendezvényt szeretnének megvalósítani itt Kalocsán. Sajnos a Székesegyháznak a rekonstrukciója és a környező feltárások miatt nem tudtuk eddig idehozni az országos vitézavatásunkat. Jövő évben ezt szeretnénk megtenni, annál is inkább, mert 100 éves lesz a Vitézi rend.